A 12 csapat közül 8 maradt versenyben az Audi Creativity délutáni futamaira. Egyszerre mindig két autó volt a pályán. Az jutott tovább, amelyik hamarabb teljesítette a távot, és persze boldogult a 30 fokos bukkanóval is. A legtöbb izgalmat a pattantyús sok járkánya okozta, a kocsi lassan, de biztosan küzdött meg az emelkedővel. A Págis csapata végül a bronzéremért indulhatott, de a kis autó alul maradt a tavalyi győztes Fehérvár egy járművével szemben. A saját építésű autó küzdelmét zsűritagként Kis Norbert, Európa-bajnok kamionversenyző is figyelemmel kísérte. Nagyon jó élmény volt látni, hogy ezek a középiskolás srácok mekkora energia befektetéssel készítik fel ezeket a kis versenyautókat és építik, és végül hát ugye több-kevesebb siker, ugye sikerült teljesíteni a pályát. És nagyon jó látni ezt tényleg, hogy mennyire lelkesek a srácok, és lányok, vannak lányok is. Sok izgalmat tartogatott a döntő is, amelyben a Veszprémi Ipari Szakközépiskolából érkezett Villám Pónik és a debreceni Megvárt András szakközépiskola járgányai versenyeztek egymással. A futamot és ezzel a 2014-es Audi Creativity-t a Villám Pónik nyerték meg. Az autó hibrid meghajtású, tehát egy villanymotor hajtotta és egy lentkerék. Hát a lentkereket esztergogépen készítettük el az iskolában tanítási idő után, a villanymotort meg hát az egyik csapattársa műhelyébe nyáron, már elkezdtük az autót nyári szünetben, és hát rengeteg munka volt benne. Az esemény a díjátadóval ért véget. A diákok a kupa mellett Audis ajándékcsomagokat kaptak, az első helyezett társaság pedig az Audi ingolstadti gyárába is ellátogathat. Az idei külön díjat a pattantyús sok érdemelte ki. A verseny azt a fenntarthatóságot mutatja, amely hozzájárulhat fiatal tehetségeink fejlődéséhez, de jól látszik az a lelkesedés is, amelyet a fiúk és a lányok magukkal hoztak az egész országból. Megmutatja azt is, mennyi kreativitás, potenciál, illetve újító szellem szúnyad bennük. Ez a kreativitás nekünk fontos. Szeretnénk az Audi tudást, az Audi érzést minél előbb átadni a fiataloknak, minél előbb lelkesíteni őket, hogy a műszaki pályát válasszák, és próbáljanak olyan szakmát, diplomát szerezni, amivel majd később a négy karikához jönnek. Knáb Erzsébet hozzátette, a duális szakképzés az Audi Hungária egyik stratégiai alappillére. Jelenleg 250 szakmunkás tanul a vállalatnál. Bár a Creativity 2014-es futama az elmúlt percekben hivatalosan is véget ért, a fiatalok azonban úgy tűnik nem akarnak még hazamenni, és még tapasztalatot cserélnek. Ki tudja, talán a következő évi Creativity-hoz merítenek ihletet.